Itt vagyunk a Vásárosdombói Általános Iskolában, ahol Varga Stadler Gáborral beszélgetünk a versenyről és a szakképzés fontosságáról. Üdvözlöm! Elsősorban a versenyről beszélgessünk, pontosan hogyan is néz ki ez a verseny, ami most ugye online zajlik 8. iskolások részére, hogyan kell elképzelni a megmérettetést? Másik ízben rendezzük ezt a versenyt közösen a Tamási Vályi Péter szakiskolával és a Szekszárdi Szakképzési Centrummal együtt. Abból a célból, hogy a fiatalok figyelmét felkeltsük a szakképzés iránt, és érdeklődésüket szülőkön keresztül is, és most a tévén keresztül is ezen a versennyel, hogy mindenképpen a döntésükben itt a 8. vegyék figyelembe, hogy az új szakképzési törvény milyen új lehetőségeket nyújt, milyen életpálya lehetőségeket, sikereket az életben, és érdemes ebbe az irányba gondolkodni és majd választani. Egy bevezető gondot, hogy csak hogy kerül a cégünk ebben. A Tolnamegye Foglalkoztatási Paktum projektnek a konzorciumi tagja vagyunk, ugye magát a projektet a Tolnamegye önkormányzata vezeti. Egyébként Baranyában van hasonló szintén, ennek a célja a gazdaság fejlesztése. És hogyha nagyon röviden össze akarom foglalni, hogy ez az egész verseny hogy kerül ide egy ország, egy megye gazdaságának a fejlesztéséhez, ugye nagyon fontos az, hogy a vállalkozások, amelyeket most ugye nem kell erősíteni, prosperálnak, jól működnek, hiszen rengeteg lehetősége van a cégeknek arra, hogy munkát vállaljanak, beruházásokat valósítsanak meg. Az ő munkájuknak azt látjuk a megyében, de mivel konzultációban vagyunk a baranyai kollégákkal szintén és a somogyiakkal is, szab igazán határt, hogy gyakorlatilag szakképzett, a mai korszerű tudásra felszerelt szakképzett munkaerő nem áll rendelkezésre. Gyakorlatilag nem tudnak fejleszteni ilyen téren, és ugye munkaerő nélkül pluszvállalásokat nem tudnak csinálni. Az utánpótlás az pedig teljesen tisztán látszik, egy módon lehetséges, hogyha folyamatosan készítjük elő, illetve segítjük mi is, az iskolákkal és minden egyébben, aki ebben érdekelt, hogy a fiatalok válasszák a szakképzést, hiszen az a mostani szakképzés, az új szakképzési törvény adta lehetőségekben már közel beszélő viszonyban sincs a korábbiakkal, hiszen itt gyakorlatilag azt is mondhatnánk, akinek van szorgalma és akarata, az nyilván rögtön érettségit is szerez, technikumi végzettséget is szerez, nyelvet is tanul, amellett, hogy nem is egy, hanem két szakmával is rögtön indulhatnak, és hát átkorokkal várják ezek a vállalkozások őket, így bekerülnek a vérkeringésbe a munkaerőpiacon, mert mi is valljuk azt, amit ezzel foglalkozók, hogy a gazdaság motorja igazából Magyarországon is a kis, közép és mikrovállalkozások, amelynek elengedetlen feltétele, hogy szakemberrel rendelkezzenek. Mi, mint a Tolnáért Közhasznú Nonprofit Kft. Ügyvezetője, gondolom van rálátása a szakképzésre itt a térségben. Mit lehet látni, miből van esetleg hiány szakma, amiből feltétlenül szükség lenne minél több szakember képzésére? Rálátunk, valóban így van, mert ugye alaptevékenységünk a Tolnamegye Térségfejlesztési NKFT-nek, hogy önkormányzati beruházásokat, projekt vezetését végezzük, akkor a közbeszerzéseket végezzük. Nyilván nekünk ez egy plusz egyéb feladat, amit így végzünk, és ebből is látjuk, hogy igazából a cégek lassan már alig tudnak munkát vállalni, hiszen a munka bőven lenne. A szakképzésre rátérve, igen, a feladatunk most, ez a projekt egyébként lezárult, 16-ban kezdődött, és jövő júniusban zárul. Mi folyamatosan rendszerességgel és rendezvények keretében is tartjuk a kapcsolatot a járások, és így a vonzás körzetük, amik átnyúlik természetesen más megyébe, láss például Dombóvár vagy Bonyhád, a környékbeli vállalkozásokkal, kis, közép és mikrovállalkozások vezetőivel. Őtőlük halljuk az igényüket folyamatosan, hogy ez a legnagyobb probléma, ez a legszűkebb keresztmetszet igazából a munkájukban. Hiány szakmáról nem beszélhetünk, mert valószínűleg már minden hiány szakma. Tehát igazából bármilyen szakmával, ami mondom most igazából, és ugye ezt nyújtják is itt a szakközépiskolák, illetve a szakiskolák, lehetőség van bármire. Tehát aki most választ, az nyilván olyan szakmát választ, amivel el tud helyezkedni. És úgy gondoljuk, amit szintén tapasztalunk, mert ahogy mondom, ezzel is foglalkozunk, és hát ezt is meg kellett tanulnunk nyilván, hogy közösen a partnerekkel, hogy
Az elhelyezkedési lehetőségek is nagyon jók a fiataloknak, hogyha végeznek. Ugye volt egy olyan tendencia, most is él már, de úgy gondolom ennek a visszája is most már lassan működik, hogy az igazi megmérettetést azt úgy gondolták a jó szakmával rendelkezők, hogy elmentek nyugatra, és ott próbáltak szerencsét. Nyilván azok a fizetések a mai napig is magasabbak, mint a mostaniak, de azt hiszem, hogy amit tapasztalunk itt országosan és itt a régióban is, ezek a fizetések is, amit most már el lehet érni a vállalkozásoknál, abszolút versenyképesek. És ha azt is hozzáadjuk, hogy ilyen munka és versenyképes fizetés mellett, amellett itthon lehetnek a családjukkal, és nem mondjuk Németországban vagy Ausztriában kell hetelniük, három hetente vagy havonta hazajönniük, családot nélkülözniük, ha ezeket összeadjuk, akkor úgy látjuk, hogy már érdemes, abszolút érdemes Magyarországon maradni, és az a tendencia kezd megfordulni. Számtalan olyan vállalkozásban dolgozott ismerünk, illetve kaptunk információt, tájékoztatást, akik megjöttek több éves munka után, mert úgy érzik, hogy megtalálják már itthon a számításukat. Tehát ennek örülünk, és a magunk eszközeivel nyilván mi csak egy része vagyunk ennek az egész problématikának. Próbáljuk segíteni, hogy a fiatalok helyesen választanak pályát, szakmát tanuljanak, így helyezkedjenek el, és ugye a legfontosabb cél, ami a nagy célt jelenti, ezzel segítség az ország, a régió, illetve a megyeinek a gazdasági fejlődését. Köszönjük szépen, hát reménykedjünk benne, hogy a gyerekek minél többen szakmát fognak választani, ehhez pedig hozzásegíti őket ez a verseny is. Mi pedig kapcsolunk tovább következő helyszínünkre.